press start. Egy szezon véget ér, egy szezon elkezdődik. Jó estét kívánok, ez itt a Kezdőkör, a Fehérvár Televízió ilyen sportos kibeszélő műsora. Ez lesz a Kezdőkör első, mondjuk egy első évadának utolsó része, elmegyünk majd egy picit nyári szünetre, viszont kezdődik, legalábbis nagyon optimisták vagyunk ezzel a kapcsolatban, a futószezon, úgyhogy a mai adásunkat alapvetően ez határozza meg. A mai vendégekben az a közös, meg bár rajtam nem látszik most jelen pillanatban, de én is ebbe a körbe tartozom olykor, hogy szeretjük a futást, szeretünk futni. Itt van velünk Kaufer Tamás, a Vértes Kozmai rock'n'roll futás, a Bencehegyi félmaraton, lépcsőfutás szervező, rock'n'roll frissítő, és egyáltalán a fehérvári rock'n'roll érzés meghatározó, emblematikus figuráimra. Elmondok mindent rólad, addig a véget is ér a műsor, de örülünk, hogy itt vagy. Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a kedves nézőket. Itt van velünk jubileumi negyedik hölgy vendége a műsornak. Először a Fehérvár Televízió főszerkesztője, Regős Dóra. Szia, Dóri! Sziasztok! Rólad is tudnék sok mindent mesélni. De ne a négy kamer előtt. Jó, és itt van velünk... Ennek azért van egy kis áthallás, na mindegy. És itt van velünk a Fehérvár Televízió volt sportszerkesztőségének, volt felelős szerkesztő a Fehérvár Televízió. Mi az helyettes? Főszerkesztő helyettese, így van, ezt kerestem a szót, Somos Zoltán. Még szoknia kell ezt a titulus, de majd... Minden egyes alkalommal így mutatom az olyat. Mindig így mutatod, és most te is hallottad. De akkor nem akadozol ennyit. Zavarban vagyok miattad. Na, a futás. Tietek a szó. Köszi, én ma már túl vagyok rajta. Egyébként ez a kemény, hogy te ma már sportoltál? Mert ugye neked is szoktak készülni ilyen hajnali fotóid, általában az úszodából. Igen. De hogy a Dóri minden reggel fut hajnalban. Ügyes. Én úsztam ma reggel egyet. Most egy picit rehabilitáción vagyok, de tegnap a Bregyóba futottam már, meg most az idő már talán engedni fogja a bicót is, kerékpárt. Hát a hárman ma már egy triatlon teljesítettünk, mert én meg kerékpároztam. Biciklivel jöttem munkába. Úgyhogy... Zuhanyoztál? Előtte. Jó, Tomi, nyilván egy legfontosabb kérdés veled kapcsolatban, hogy akkor jól vagy ezek szerint. Igen, tulajdonképpen már úgymond a hétköznapi életben már úgy visszacsöppentem, már dolgozom is, és akkor kezdődik a felkészülésem, én így hívom, ami egyébként egy rehabilitáció, de jó ütemben, a gyógytornászok mondták, hogy teljesen rendben vagyok, most már ilyen edzéseknek hívjuk inkább a gyógytornát. Hát a tüdő az, amit még fejleszteni kell, meg azt a 15 kiló izmot vissza kell szereznem, amit a Covid lerabolt, de jó úton vagyok. De ugye azt mondtad, mikor beszéltünk egy pár hete telefonon, hogy most akkor úgy készülsz, hogy nem készülsz semmire, hanem készülsz, és akkor majd meglátod, igen, hogy mi lesz. Igen, évekig úgy készültem, ez egy elég nagy nyomás volt mindig, hogy mondjuk kiválasztottam a Fehérvár félmaratont, mert ugye az egyik legjobb verseny, ezt tudjuk, hogy félmaraton. És akkor, mert ez nagyon jó verseny, és akkor ezen mindenképpen... Érdemes elindulni mindenkinek. Mindenképpen sok pénzbe fog kerülni, és tehát kiválasztottam egy időpontot, és akkor arra fel kell készülni. Hát így működik gyakorlatilag a sport, de ebben benne van egy nyomás. Tehát ugye munkál, dolgozol, sérülések, stb., és akkor közeledik az időpont, edzeni kéne. Ez azért hosszú évekig ez azért egy picit úgy fölörli az embert, amikor nem tudsz úgy felkészülni. És akkor egy picit fejbe megfordítottam az egészet, hogy elkezdek készülni, aztán amikor azt mondom, hogy na most, tudok egy félmaraton futni, akkor kiválasztok egy félmaraton, természetesen a Fehérvár félmaraton, és akkor elmegyek, és akkor ott beszélgetek a Tomival először, és akkor utána meg először a hölgyekkel azért. Hát ezt akkor oldjuk meg, akkor. Köszönöm szépen. És akkor még esetleg a Zolival is. Na, a lényeg az, hogy a nyomás ne legyen az emberen, hanem egy picit örömből csinálja. Talán ez lesz a megoldás. És akkor, hogyha így megyünk szépen sorba tovább, ugye
Dóri, te minden reggelre készülsz. Igen, bennem nincs nyomás. A Zolira meg úgy általában én rakom a nyomást, hogy kitalálom, hogy éppen mit fusson. Ugye az első fél maratonja is így volt. Ilyen nyomást én is pakolgattam magamra sokáig. De neked is volt ugye maratonod, azért maraton föl kellett is volt, készülni. Igen, 16 évig atlétizáltam, és amikor az abba maradt, akkor én megfogadtam, hogy soha többet nem megyek versenyre, mert nem szeretnék azért sportolni, mert kell, hanem azért szeretnék sportolni, mert az nekem jól esik, és én azt szeretem, és szerelemből csináljam. De azért nyilván egy-két ilyen tömegfutásra elmenni, az nem ugyanaz, mint amikor mondjuk az OB-ra készültünk, közel sem. Itt buli van, itt élmény van, itt jó frissítések vannak, fesztivál hangulat van egy-egy eseményen, meg szerintem egy kiváló csapatépítő dolog is lehet, mondjuk itt nálunk cégen belül szerintem ez határozottan így van. Szóval, hogy aztán én is elkezdtem így célokat kitűzni, és a maraton volt, igen, az volt egy olyan, amit azt mondtam, hogy ha valaki az életében atlétizált, akkor azt teljesítenie kell. Kivéve mondjuk, hogyha súlylökő volt, akkor nem feltétlenül, de azért, hogyha ha valakinek volt futócipő, szöges cipő a lábán, akkor azért egy maratont az fusson le. És akkor így lefutottam, aztán gondoltam, hogy fussuk lesz jobban is, és a következő évben is beneveztem, és aztán hát sose többet nem tettem ezt nem húztam be. De ezt jól elengedted akkor. De mert sokan ebben a hibába, sokan futók, amatőr futóknál ebben a hibába esünk, hogy följebb. Nem az én távon. És akkor általában a sérülések állítják. Nekem a maraton az nem az én távom, erre rá kellett, hogy jöjjek, hogy ez nagyon menő, meg nagyon jól mutat az Instagramon, meg a Facebookon, de nekem nem esik jól. Na, én nem kapok rá több lájkot, mint a gyerekeimre. Mert a gyerekeiddel érsz vacilva, úgyhogy azt ne a gyerekeidnek tudd befeltétni. Igen, épp most volt erről egy jó cikk, hogy talán a Jubics Szilvit kérdezték, mert az volt a téma, hogy aki ilyen irdatlan mennyiséget tud futni, az tényleg miért nem versenyez. Vagy visszafelé a jó futók, akik mondjuk pályán ezek az etióp, kenyaiak, vagy akár maratonfutók iszonyatos profi teljesítmények, ők miért nem futnak mondjuk ilyen tömegeseményeken, és hát az van, valóban azt mondják, hogy mondjuk egy kenyai világcsúcstartónak nyilván nem lenne kihívás egy fél maratont lefutnia, viszont ők úgy vannak vele, hogy nem látják az értelmét, hogy ilyen lassan, ilyen keveset miért futnának. Én azt gondolom, hogy tényleg az, hogy mindenkinek megvan az az ideális kihívás, amit teljesíteni kell. Nyilván nem beszélünk itt az élsportnak a szintjéről a mi esetünkben, és én is úgy vagyok vele, hogy nekem ez a félmaraton. Tényleg az volt, hogy mikor ide kerültünk együtt Tomival, akkor ő orvul benevezett engem életem első félmaratonjára, de az így hónapokkal korábban, és akkor egy tévéműsor keretében... Légy szíves, mondd, hogy melyik félmaraton volt ez. Igen, a közeli város szimpatikus félmaraton. De akkor még nem ti szerveztétek? Vagy igen, már akkor is? De. Jó, csak... igen. Igen, tehát a helyében félmaraton volt, és mit tudom én, valamikor így februárban egy tévéműsor keretében ezt bejelentettő, és akkor elkezdtem készülni. Reggeli rádióműsorban tudtad meg élő adásban, hogy elintéztem neked. Nagyszerű volt. Indulhatom. És akkor még azt hittett, hogy fizetett is érte, de nem. Igen, és nagy élmény, mert az első félmaraton az nagy szenvedés lett a végén, tehát ott olyan szinten nem volt semmi rutinom abban, hogy hogyan kell... Hát ez azért már nagy távnak nevezhető nagy távot felépíteni, és ugye 3-7 kilométeres kör volt, amiből a második végén még marha jó voltam, még tényleg szökelve, és aztán ott 15-6 kilométernél totálisan elfogytam, és ilyen rettenetes szenvedve értem be, de utána volt olyan Fehérvár félmaraton, amit viszont a mai napig a legjobb időmmel teljesítettem, tehát tényleg ez alapvetően azért rutin kérdése is, hogy valaki mondjuk egy félmaratont hogy fut le, miközben egyébként mondjuk 3x7 kilométert, meg akár a Dóri, akár én, hogyha egymás követő 3 nap van, akkor vígan lefutunk, csak az nem ugyanaz, mint egy belefutni. Sőt, még hogyha egy nap van is, ugye amikor az OB-t teljesítjük, akkor ez előfordul, hogy hát előfordul, hogy 2x10 vagy 12 is cipőzik az ember. Hát az egy másik műfaj meg éjszaka. És akkor van közt egy kis pihenés, az egészen más. Igen, teljesen más terhelés egy Ultra Balaton, ahol éjszaka hajnalba futsz, mondjuk 3-kor azt mondják, hogy hajnali 3-kor, hogy akkor a 15 kilométeretet kezd el. Hajrá. Tehát az teljesen más. Szerintem ott inkább a körülmények, amik nagyon nehezek, hogy nem alszol, hogy nem eszel rendesen. Büdös van a buszban. Hogy büdös van a buszban, már eleged van mindenkiből. Fiam fogalmazta meg egyszer, hogy jó, hogy ez az Ultra Balaton egy napig tart, mert azt mondja, két napos lenne, megölnék mindenkit. Tehát már minden idegesít, hogy az egyik csajnak éppen pisilni kell,
a másiknak meg görcsöl a gyomra, tehát meg én azt gondolom, hogy pont az Ultra Balaton az mindannyiunknak az a közös élménye, ahol mondjuk például a közösségi együttlét az felül tudja írni ezeket a negatívumokat, fáradtságokat, mert amúgy mondjuk egy Budapest félmaratonon, vagy Fehérvár félmaratonon is, ahol mégiscsak egyénileg, tehát te magad futsz, az az elején közösségi élmény, a végén azért szenvedi. Ott engem már mindenki idegesít. Aki mellettem elmegy, aki mellett én elmegyek, olykor még a rettető lelkes frissítő emberek, és hagyjál már ugye, a hülyeséggel, örülök, hogy ezért élek. Tehát ott az ember magára marad azért a végére. Egy Ultra Balaton csapatban futva persze arról beszélünk, ott nincs ez, ott 10-12 kilométert futunk egy húzamban, és várnak a többiek a célban, biztatás van, kiabálás, ölelgetés, futás után egy kis segítése a másiknak. Tehát ott megmarad ez az élmény, az szerintem semmihez nem hasonlítható. Igen. Ti nem tudjátok, mert szerintem nem vettetek részt, de óriási volt annak idején a Bécs-Budapest szupermaraton. Voltam. Te voltál? Én voltam. Én ott még... Én megismerek olyat, aki volt. Én is láttam a tévében. Hát az 20 vagy 21 év után dőlt be, azon én 8-szor voltam. Most ezt a hangulatot, ami az UB-n van, az Ultra Balatonon van, azt képzeljétek el 5 napig. Tehát egyszerűen olyan frenetikus volt, tehát azzal együtt, hogy éjszakai szállások, hogy A-ból B-be, végigjártad ezt az egészet, tehát mai napig emlegetjük, óriási élmények voltak, sajnos annak vége lett. Ja. Hát azt azért nem lehetett volna úgy megcsinálni, mert az Ultra Balaton egy kicsit a varázsát az is, hogy mindig földobja ugye a Google a különböző években az évfordulóknál, és hogy mikor először voltunk, és a Tomival egy árokparton aludtunk körülbelül egy órát, vagy egy kocsiban... Külön, tehát külön hálózsák volt, azt az... Vagy egy autóban, miközben éppen Dóriék szénné áztak a szakadó esőben. Nem is emlékeztek ti arra az időre, arra 4-5 óra nektek teljesen kiesett, és én konkrétan ilyen 90 fokba meghajolva futottam a déli parton, ami amúgy is izgalmas, és hajnal 2-3 között meg aztán végképp. Süvített a szél. Igen, volt 2-3 ilyen eset, szembe aztán az útra. Az megvan az, hogy az éjszakát is úgy töltött, hogy tudod, hogy nem fogsz aludni, vagy ha igen, akkor tényleg ilyen nomád körülmények között. A Bécs-Budapest ugye ott azért az egyes napok között volt pihenés, szállás volt. Nyilván nem is lehetett volna máshogy. Ott szállás volt, de ott nagyon szigorúak voltak a limitek, tehát ott nem lehetett. Nem akkor váltottál, amikor akartál, ott fix váltópontok voltak. Úgy emlékszem, hogy 5 perceseket mentünk, a Práterba volt, az Ernst Happel stadionba volt a rajt, és elindult a mezőny, és én voltam a kezdő, és nyomtam az 5 perc alattiakat, és utolsók között. Marha kellemetlen. Öt perces kilométerek az utolsó között, és akkor azt hallottam egyszer csak, mondom, mi ez, megfordulok, és az a záró rendőr, vagy motoros, és akkor übesz, gründesz, bundisz, és mondta, hogy gyorsabban kéne futni, én meg mondtam neki, hogy nájne. És ő nézett, hogy 5 perceseket nyomtunk, tehát az nagyon kemény volt, igen. Hát mi ott jártunk úgy, akkor még volt rendes határellenőrzés, hogy föltorlódott a sor, és ugye a kolléga, a futó az már átfutott Sopronba, célba, és nem talált senkit sehol, mert nem értünk oda, minden nálunk, kaja, nuku, ingyen sör. Mire annyira szomjas volt, meg éhes, hogy valamit tudjon magába tölteni, hát szegény besörözött. Úgyhogy odaértünk a célba, mi megérkeztünk, volt egy negyedik futónk gyakorlatilag atombeállva. Volt egy sztorink, ezt hadd meséljem el. A Bécs-Budapest ugye ez úgy zajlott, hogy Bécs, aztán már az új az Pozsony, de egyébként az eredeti a Sopron, Győr, Tata, Budakeszi, és akkor Budapest, így volt. És Hősök tere. És Hősök tere. De aztán az is, hát mindegy, nem, amikor győri szállást kerestünk, már nem volt Győrbe szállás, mert ugye olyan mennyiségű ember futott, későn kezdtünk el gondolkodni, és akkor elővettem a térképet, megnéztem, hogy milyen falu van legközelebb Győrhöz. És Vámosszabadi. Jó, Vámosszabadi. Jó, hogy szerzünk Vámosszabadiba szállást? Előkerestem, akkor még telefonkönyv, tudod? Polgármester. Hova induljon az ember, nem a polgármester? Jó napot kívánok, Kaufer Tamás vagyok, Fehérvár, Bécs-Budapest szupermaraton csapatkapitánya. Szállást szeretnénk keresni, de nem találunk, tudna ebben nekünk segíteni. 5 percet kérek, és visszahívom. És letett. Elmondom, az akkor lerázott. Nem telt el 5 perc,
tehát konkrétan ki kéne mondani a nevét, mert tényleg nagyon korrekt volt. Felhívott, hogy van szállás tulajdonképpen az ő nem tudom milyen rokonánál, Ladocsi néninél. És mentünk Ladocsi nénihez, és akkor ott aludtunk cserépkályha, és hajnalig tartó őrületek, bulik, és lejött Ladocsi bácsi az emeleten, és azt mondta, hogy fiatalok, minden rendben van, de ha Ladocsi néni fel kell, akkor maguknak vége van. És ez hajnali kettőkor ért, és akkor ezt emlegetjük azóta, hogy mi lett volna, ha Ladocsi néni lejön. De egyébként, hogy mekkora tényleg híre volt a Bécs Budapestnek, hogy mennyien akartak ott futni. Ugye ma szörnyűködünk, ugye, hogy nagyjából 120 ezer forintot fizetünk egy 10 fős csapatért az Ultra Balatonon. Akkor az öt fős váltók voltak ugye a Bécs Budapesten, 200 ezer forint volt a nevezési díj, és akkor ehhez foglaltad a szállást Sopronba, Győrbe, Budakeszire már nem mondjuk, hogyha Pesti voltál, mint én, jöttünk, akkor igen. Már igen, de azért egy 3-4 nap szállás, kaja. Igen. De ott minden futó ott volt, tehát úgy, mint most az UB-n. Azzal a különbség, hogy tényleg ott azért jobban a eredménycentrikusságra mentek. Tehát ott kiszorták kőkeményen, aki a limit időt nem érte. Hát itt jön be már az, amit egyébként az Ultra Balatonon is mindig szoktam mondani, hogy amikor hajnal 3-kor, nem tudom, futottam már a déli parton, vagy talán ott az északi déli átmenetben, és láttam konkrétan olyan embert, aki kóvájgott. Tehát úgy ment, mint egy futó. Igen, tehát hogy de mint egy részeg, és nem részeg volt, hanem olyan szinten nem tudott már magáról. Elfogyott és nyilván ő fel is adja, tehát mit tudom én, a felét lefutja a 220 kilométernek, az is egyénileg számomra felfoghatatlan, hogy valaki egy húzamba fusson 100 kilométert, és azt gondolom, hogy nem tudom, mi értelme van. Nyilván más azért az Ultra, vagy a Bécs Budapesten, ott tényleg profi csapatok, profi élsportolók futottak. De ott futottak. Is volt egyéni egyébként. Volt, azért mondom csak, hogy az a szint, mondjuk a Bogár Janiék szintje, az aki egész életében ezt csinált, ő neki nem lesz gond körbefutni a Balaton sem egy évben egyszer, de hogy azok, akik úgy vállalják el, hogy azt mondják, hogy mennek, és akkor inkább már sétálnak, a végén leállnak, ledőlnek. Én nem tudom, az élmény nekem mindig a futásban tényleg az, vagy a közösség, vagy hogy pont annyit futok, amennyi nekem még jól esik, maximum egy kicsit. De egyébként az adás második felében beszélünk ám arról is, hogy miért jó futni. Igen, meg a másik ilyen élmény lehet az, hogy hol. Tehát, hogy ti is kinéztetek magatoknak egy-két olyan versenyt, ahova el szeretnétek jutni, és nem azért, mert ez félmaraton. Vértes Kozma. Még vannak rajtszámok. Még vannak rajtszámok. Nem, mindjárt visszük tovább, hogy ezért csak visszaadom. Erről beszélnék egy 40 percet. Az ország legszebb futása egyébként. A 15 kilométeren most már közelítünk a záráshoz. 5 kilométeren még picit több hely van, de megnyugodtam tegnap előtt. Na, hál' Isten. Mert elindult. Az első, amikor ugye jöttek ezek a nyitások, hogy most mit lehet csinálni kártyával, meg mit tudom én, 500 fő fölött, meg alatt, meg izé, és akkor így 2-3 napig nem mozdult semmi, de aztán elindult. Úgyhogy szerintem megtelik a kötelező. Hát a Fehérvár félmaraton bölcsen kitért előletek. Ott már nem kell tartani, hogy hát a konkurencia. Nem konkurálunk, tehát mi vagyunk olyan intelligensek a Tomival együtt, tehát elsősorban ugye köszönöm szépen, hogy nem fogunk itt most, mert akkor nem ülnék itt, és akkor az... Tomás a Tomásnak, nem? Igen. Na, de visszatérve akkor oda, hogy tényleg egyébként, hogy gyönyörű helyen futni, az még ad hozzá, vagy tényleg különleges vagy a nehézsége, vagy volt alkalmam futni Izraelben, a Negev sivatagban, a Eilaton, tehát fantasztikus. Tehát ott, amikor mondták, hogy most sivatagban és hány fok lesz, és hány fokba indulsz, tehát fázol, amikor elindulsz, képzeld el. Ilyen mindenféle pulóvereket ott is fölveszel, mint ahogy más versenyeken. Majd rá szűk 2 órával, amikor befutsz a félmaraton, akkor meg szédülsz a hőségtől, és ezt... Tehát igen, valamikor kiválasztja az ember ezeket a nehéz dolgokat, de ez nagy motivációt ad. Nekem nem. Nekem sem az ilyen hőmérséklet változás, sem a szintkülönbség az nem ad motivációt. Akkor mi sőt, ad motivációt? A táv az inkább, meg az, hogy hol futok, az hamarabb ad motivációt. A táj az nagyon sokat számít szerintem, tehát tényleg gyönyörű helyen futni az nagyon jó dolog, de egyébként mondjuk városon belül is, tehát vannak azért szép helyek.
De tényleg, emlékszem egyszer a Steinbarnáig rávettek, amikor a Gaja völgyben megrendezték, egyiket az ilyen terepfutó volt, és volt, valamiért képes voltam a 15 kilométerre benevezni, az első kilométer fölvitt a kilátóhoz, most nem jut eszembe a neve, ami ugye a Gaja völgy fölött van kilátó, az első kilométer fölvitt, tehát oda már csak gyalog lehetett fölmenni nekem legalábbis, és gondolkoztam, hogy akkor mit akarok én a hátralévő 14 kilométeren. És amikor, mit tudom én, a Bodajki sípáján lefelé futottam, akkor mondtam, hogy oké, okay, akkor még volt 5 kilométer, majd elkezdett szépen lassan visszavinni fölfelé az út, és akkor én nagyon anyáztam. Tehát azt mondtam, gyönyörű ez a szurdok, nagyon szeretem a Bakonyt, a Gajavölgy, a gyerekkorom, az életem, nehogy én ide többet be nem teszem a lábam. A terepfutás az más. Tehát van, ugye külön választjuk az utcai futóversenyeket, ami általában sík, a terepfutás az más felkészülést igényel teljesen, viszont ott meg az, hogy erdőben futsz, az a fantasztikus. Tehát alapvetően a terepfutók erősebbek szerintem az utcai futóknál. A terepfutás viszont az a jó, egy picit most az elmúlt években belekóstoltam, lehet picit csalni, lehet belesétálni. Egy utcai futásban nem lehet belesétálni, mert abba a gáz, ha belesétálni. Abba gáz, eddig lehet. Gáz. Egy utcai futó, hogy most sík úton, akkor nem vagy felkészülve, ha belesétálsz. De a terepfutásnál bele tudsz sétálni, mert ilyen-olyan emelkedő, illetve bocsánat, Pap Dénes gyakorlott, és tényleg szerintem a Fehérváron az egyik legjobb terepfutó, a Dénes nekem is sokat segített. Ő javított ki, hogy nem séta, hanem gyaloglás, óriási, mert sétálunk a fő utcán, amikor nézzük a kirakat. Csak a Bencehegyet minek nevezed? Nem terepfutás, ott, az igaz? Csak... Az nem tudom, az egy ilyen meg kell halni című rész. Tavasszal szoktam kimenni a Bencehegyre, amikor talán azt hiszem úgy kezdett, hogy szekszárdi borvidék félmaraton, és arra való felkészülésnek kitaláltam, hogy ugye ott nagyon sok hegyet kell futni ott fönn, a szekszárdi szőlők, szurdik, így hívják azokat a kis szőlők közötti utakat, és mondom, hol lehet, Fehérváron nincsen, amire föl tudsz futni, és akkor kitaláltam, hogy Bencehegy. Hát, és akkor elkezdtem futni a Bencehegyet, és akkor ja, kitaláltam, akkor hogy legyen. Utca az már, és ma fut. Melyik? Koklászló utcában a lépcső az már, az nem volt elég. Ja, a lépcsőfutás, az is óriási. Remélem most meg lesz, most megpróbálom azt védettségi kártyával, mert ugye az bent van, de szerintem egy hónapon belül megcsináljuk. Katonák, tűzoltók, az látványos szokott lenni. Ja. Na jó, de ugorjunk vissza akkor Bencehegyre. Bencehegy, elkezdtem ott edzeni, és mondtam, hogy itt kéne egy versenyt csinálni, és amikor már komolyabban gondolkodtam, akkor hál' Isten a Velence polgármester úr, meg ugye a velencei tó, kulturális, akik engedélyeket adnak, azért az nagyon fontos, hogy melletted legyen, és akkor kitaláltam azt, hogy legyen Bencehegy, először csak 5-10-15 kilométer, és ahogy szokták mondani, volt rá igény, meg akartak többen halni, és akkor fussunk félmaraton. Mondom, hogy itt félmaratot ne fussatok, gyerekek, mert itt két mentő kell, érted? Nem, legyen félmaraton, és akkor így lett félmaraton is, és ja, 95 méter szintkülönbség van a... Két és fél kilométeren gyakorlatilag. Igen. És eddig még talán egy kivétellel mindig brutálisan meleg volt. Tehát hát ilyen most ájulás. Felidéztem úgy, de hát azért ebben semmi véletlen nincsen, mert hogy augusztus 20-án rendben. Hát most ezt november 4-e időponton mondod, akkor azt mondom, rendben van. Felidéztelek, a múlt hét végén Borsodban voltam, és Boldogkőváraján volt szállásom, és egyik reggel elindultam, hogy akkor könnyed kocogás, fölfutok a várhoz. Előző este voltunk fönn a várnál, és föntről nézve kinéztem, hogy ott a szerpentin az út milyen szépen jön fel, de föntről nézve baromira nem látszott, hogy az hogy emelkedik. És ott egy kilométeren volt ilyen 80 méter szintkülönbség, és az első reggel tudott könnyed szökkeléssel, egy kilométert futottam az emelkedőig, és ott elkezdődött. Meghaltam, nem bírtam. A második nap már okosabb voltam, és végigfutottam, föl is értem, de mondtam, hogy hát a Kaufernek a jó édes tudott. Tehát, hogy emelkedőre futni. Nektek szervezőknek mondjuk nem rossz, hogy kitalálod, megálmodod, és te magad nem indulsz el, mert hogy... Előtte megcsinálom, hát azért X-szer futottam le. Azt azért nem nekem... Nem csak, hogy magát a versenyt, meg a hangulatot. Igen, de már akkor sajnos nem tudsz futni. Azt hiszem, a Vértes Kozmán a 6-6-at még futottam, utána már nem tudod futni, mert ott már mindennel más kell foglalkozni, persze. Mi Szedül Andival beszéltük mindig, hogy szeretnénk oda eljutni, hogy egyszer úgy menjen egy verseny, hogy el tudjunk rajta indulni, nem tudsz. Nem mindig, tudsz. Nem. Mindig van, nem, mindig lehet valami apróság, és akkor ha időjárás, tehát hogy
De nem, ha elindulsz, én is voltam így, hogy minden tisztába tettem, mindenki tudja a dolgát, de akkor is elmész mondjuk 15 kilométeren, másfél órát férteskodsz, már nem vagy ott a központban. Az alatt lehet egy rossz túllét, meg bármi probléma is, és nem, hát óriási felelősség azért rendezőként ez. Tehát kalapot le, és pont azon gondolkoztam, hogy mondtátok, hogy ugye már nagyon régen volt például Bécs-Budapest, de hogy ez az egész futóipar és ez az elképesztő mennyiségű futóesemény, ami van Magyarországon, az elmúlt, nem tudom én, 10 évben is olyan mértékben fejlődött, és szerintem én nagyon hálás vagyok az összes szervezőnek, rendezőnek. Nyilván van ebben üzlet is, nyilván nem véletlenül lett ez nagyon népszerű sokak körében, de hogy ennyi esemény, ennyi helyszínen nincs Magyarországon szerintem olyan szeglet, ahol ne rendeznének futásokat. Hát 19, igen, és 19 divat végén lett. Voltunk egy konferencián, ahol elhangzott, hogy abban az évben, ugye 52 hétvége volt, és az 52 hétvégén összesen 251 néhány futóesemény volt az országban. Tehát ez azt jelenti, hogy minden hétvégén legalább 5, és nyilván ebből kiveszed, hogy január első hétvégén mondjuk morzsaparti. Ugye, igen, akkor kevesebb van. Igen, tehát hogy azért, és akkor vannak olyan hétvégék, amikor 6-8. Ugye ebben az a nehéz egyébként, hogy amikor most főleg itt a pandémia alatt tologatni kell, akkor azonnal, és akkor azonnal jön a komment, hogy ott már fősűrűsödik, és mennyire sok, és ezért, de nem tudsz mit csinálni. Úgy képzeljétek el, hogy 89-90-ben kezdtem el futni. Azt hiszem 90-ben, igen, 90-ben futottam az első maratonomat, és akkor a következő éve fél évet vártunk egy versenyre. Tehát volt a Budapest sportiroda, a meg, Kocsisárpi. Meg volt a Futapest. Futapest, és akkor valaki mondta, hogy ő úgy tudja, hogy a Margit szigeten van valami félmaraton. És akkor elkezdtem nyomozni, és a Sri Simnoi című egyébként, ami most is van, és akkor menjünk fel oda, és akkor még nem volt futókör a Margit szigeten, és ott futottuk de úgy mondom, szó szerint fél évet vártál magára a versenyre, és boldogok voltunk, és akkor teljesen máshogy készültél akkor hát, egyébként. Én emlékszem, Micsi, én ott álltam, itt, amin a Hajógyári szigetről indult valamelyik évben a Budapest maraton, akkor itt, amin, azt hiszem, aki a Kaisersbusz volt. A rólad ellenezett. Így, ja. És emlékszem, micsoda szó volt, hogy 3000 futó, mit tudom én, 4 távon. Most meg ugye 31 000 volt a rekord. És hogyha most visszanéznél egy ottani híradó tudósítás, biztos vannak ilyen archívumok, hogy mi minden kapcsolódik. Szerintem ott a futók nagy része magas szárú kínai cipőben, vagy dorkóban, meg laposban, meg ma már ilyen. Tehát, hogy minden, ami hozzá kapcsolódik, a ruházati ipar, a szervezéseknek, a frissítőknek, tehát tényleg egy komplett iparág nőtte ki magát, és elképesztően nagy élmény. És hogy a világmárkák egyébként mit küzdöttek hogy azzal, hogy nagy tömegnek, igen, meg az, hogy nagy tömegnek jó minőségű cipőt gyártani, annak Bécs-Budapest, ugye oda azért, tehát ott az nagyon komoly nyeremények voltak, egyéniben személyautót lehetett nyerni, a Bogár Janinak a mai napig megvan a kis A-osztályos Mercia például, de hogy... Bogár Janinak Bogár. Így van. De hogy a csapatverseny, és hát volt olyan, hogy profi kenyai futókat hoztak a Bécs-Budapestre. Pénzért jöttek, igen. Na de hogy ott volt olyan csapat, aminek egy sportmárka akár volt a neve, igen. Viszont az a sportmárka, a világ egyik, hanem a legnagyobb sportmárkája, nem tudott akkor olyan jó futócipőt gyártani, mint az akkora magyar piacra éppen belépő japán márka, igen. És leszedték a zsiletpengével a márkajelzést, és ráragasztották a csikokat, hogy a fotón úgy tűnjön, mint hogyha abban futnának. Nem volt. Óriásit küzdöttek. Képzeljétek, hogy nem volt frissít. Az első maratonom az a Népstadionból. Népstadion mellől indult, és a Népstadionba futottál be. Azon a klasszikus maratoni kapun futottunk be, 1200 indulóval. Gondold, 1200 induló. Pár évvel ezelőtt Budapest maraton közelítette a 10, hanem meg is alatta a 10 000 futót, így a 2-3 nap alatt. Hát nem, az a 31 000 volt tavaly előtt. Persze. Na, akkor bocsolsz meg. Igen, de a 30 kilométer is. És úgy képzeld el, hogy a frissítő állomásokon víz volt,
semmi más nem volt, és akkor emlékszem, kiabáltam előre, mert volt egy kocsi kísérőm, aki akkor kísért, így x kilométerenke, hogy szerezetek már cukrot, mert éreztem, hogy baj lesz. Életem első maratonja volt, azért küzdöttem. Mint Luda Jégen, és akkor az, onnan szerezzek cukrom, mondja, menj be a kocsmába. Szó szerint így a kezébe kihozta a Víksanyi, aki most New Yorkban van, és ott él a Sanyi, kihozta szó szerint így a kristálycukrot, és akkor megettem egy kristálycukra, egy marék, egy befért, ittam rá vizet. És ez volt a akkor még neked se volt meg az a tudásod, hogy hogyan frissíts. Semmi. De nem, figyelj, meg a kísérőnek gyerekek, sem. Olyan, nem voltak vitaminok, tehát annyira hőskor volt. Mackó nadrág, megvan a mackó nadrág? Mackó nadrágba futottál. Mackó nadrágba futottál, és ha elkaptál egy esőt, akkor körülbelül 4 kilót vittél, igen, magaddal, de fogni kellett, hogy ne húzzál. Majd jóval később jöttek be ezek a feszülés vitaminok. A Véninger Katiék jártak ki Csehszlovákiába, mert azt mondták, hogy a gyógyszertárba bemész, és tudsz venni magnézium tablettát, meg vas tablettát. Ne hülyéskedj! És kimentek Csehszlovákiába, és hozták be a tablettába. Polivitaplexet ettünk, C-vitamint, meg azt hiszem B-vitamint. Ebből a három, ez volt a frissítésed. Vagy itt ad itthon a pesgős verzióját. A profik, tudjátok, mit tettek? De ez már tényleg a hőskor. A profi versenyzők, volt egy ilyen gyerektápszer, hogy Robébi. Ezt a kismamáknak receptre adták a gyógyszertába, ebben voltak vitaminok, és akkor onnan lehetett tudni, hogy férfi bemegy, és ennyi cuccot Robébit kér, ő sportoló. Mert vadázták a kismamákat, mert azok föl tudták iratni. Nekem annak idején itt milgammát kellett, azt hiszem, szedni. Az is ilyen kismama vitamin talán. Hát én sose szedtem ilyen vitamin. De valami, nem, elevitet kell. Az igen, elevitet az kismama vitamin. De egyébként a 90-es évek végén ugye én viszonylag sok időt töltöttem Sopronban, és akkor a soproni triatlonista barátaim meg Ausztriából hozták át az egyik, már megint piacon lévő, magyar piacon lévő cégnek a géljeit, de ezek nem ezek a mostani gélek voltak, hanem ezek a szó szerint ez a, hát, trutyi. Borzasztó. De egyébként akkor brutálisan jó volt, és edzettünk meg. Már hogy használt, de jónak nem mondta. Igen, de használt, borzasztó íze volt, tehát azonnal toltad rá a vizet, vagy bármit, mert az állaga utána versenyzés közben nyilván kicsit visszaböfögt, tehát plánc, tehát fantasztikus volt. De valahogy tényleg ez brutális hőskor volt. Mondjuk ebben azért még fejlődhetnénk, ezekben a zselékben, meg szerintem a gélekben. Most már vannak jó ízűek. Vannak jó ízűek. De egyébként egy hosszabb versenyen, vagy amikor hosszú távon egy, akkor, tehát nem. Nekem mindig már azért egy Ultra Balaton is hajnalban marhára nem esik jól, de viszont tudod, hogy kell, mert ugye elfogynál nélküle. Ja, van aki ezzel igen, ez volt a retro rovat, és azért egy nevet említsünk meg, mert főleg most ugye szomorú aktualitása van, hogy nemrég hunyt el Monszpart Sarolta, és azért ő neki a magyar futómozgalom tömegesítésében elképesztő nagy jelentőségű szerepe volt. Ő még tudott olyan tévésztár lenni, egyébként tájfutóként, ami elképesztő, mert az emberek azt se tudják, hogy létezik ilyen sportág. De azért, amikor ő ugye világbajnok lett, és ismert ember, és Magyarországon a televízió mutatta, akkor ő egy népi mozgalmat tudott elindítani ezzel a futással. Mellé tette ugye Peter Dipali bácsi azt a zseniális szlogent, hogy a láb mindig kéznél van. Ez volt először a tömegfutásoknak a nagy szlogenje, és hát valahogy onnan indult el az, amit ma látunk. És én azt is oda számítom, nem csak az általunk említett eseményeket, hanem hogy tényleg kimegy a Haleszba az ember, vagy ide a Bregyóba, és esténként 20-30 embert lát körözni egy kilométeres, meg 600 méteres pályákon, és hát nyilván ebből lesz az, aki aztán majd elindul a tömegversenyeken. Úgyhogy Tomikán, ne sokat tököljetek, kell az a fél maraton most már. Nekem a Saci néni az nagyon sokat hozzátett ahhoz, hogy meglett az első maraton. Ő a 32. kilométernél a Spár maratonon ott teke. A felüljárók. A felüljárók, és egyébként az már azt hiszem, hogy a vége fele volt, de hogy ő így vándorolgatott, és többször is feltűnt. Volt szerencsém. És igen, meg lehetett ölelgetni, és adott erőt. Nagyon, szerintem az volt benne az óriási, hogy oda mentél hozzá, és beszélget. Volt szerencsém elhívni Vértes Kozmára. De úgy, hogy felvettem a telefont, jó napot kívánok, kezicsókolom, Kaufer Tamás vagyok, meg szeretném hívni a Vértes Kozmai futóversenyre. El tetszene jönni? Megtisztelő lenne. Tamás, megyek. Ez így volt szó szerint, és eljött Monszpart Sarolta, beszélgettünk, és amit mondtál, hogy,
hogy annyira emberi volt, és minden ilyen nagyobb futóversenyen, vagy kisebben is akár ott volt, és a kis kereplőjét, és búzdított bennünket, és komoly tanácsokkal is látott el bennünket sokszor. Nekem is eljött Vértes Kozmár, hogy csináld, az nem jó, így csináld. Tehát igen, Monspasar óta óriási veszteség szerintem, pótolhatatlan, amit ő csinált, és igen. Hát igen, hogy szerette a futást, meg a futókat is, és talán ez a legfontosabb az egészben. Egy közösség ez a futás azért bármennyire is most már elment más irányba, hát üzlet, mint amit én meg... Maradjuk abban, hogy azért van egy nagyon erős réteg, akinek ez nagyon erős üzlet, és hát nyilván ezzel nincs mit csinálni, mert ez természetes, hiszen ma már az olimpia is üzlet, pedig aztán ugye annak idején a profikat nem is engedték az olimpiára. Igen. Hát minden üzlet. Hát csak ez a két véglet, és ez a lényeg a futások, hogy miközben óriási üzlet, nyilván nem véletlenül, azt érzi az ember, hogy úgy van rá tömegigény, hogy te a része tudsz lenni. Én szeretem az olimpiát, meg beszéltük már ebben a műsorban is sokszor, hogy most az élsport szereti-e, nem szereti az ember, szeretné, ha a gyereke az lenne, stb. De hogy úgy vagy része ennek, mert azt mondom, hogy én nyilván, aki elmegy az Ultra Balatonra, vagy a Budapest Maratonra, vagy akár a Fehérvár Félmaratonra, egyetlen fillért sem sajnál abból, amit mondjuk a szervezők kaszálnak, mert az élmény, amit kap, az óriás. Óriás. Nem érdekel. Igen, csapatként elmenni, csapatként benevezni, ott lenni, élvezni. Biztos hatalmas üzlet, de élvezed. Az, amit szerintem nagyon fontos, sokan kérdezték tőlem is, hogy a futás miért jó vagy, és azt mondtam, hogy mert egy olyan dolgot ad, amit más sport nem adhat. Például egy labdarúgó meccs, vagy egy kosárlabda, mert ha kiválasztasz egy olyan versenyt, akkor az elittel tudsz tulajdonképpen futni. Tehát amikor még én elkezdtem a hőskorba, akkor nem volt elit kategória, hogy tudod, azokat előbbről indítja. Tehát egy kenyai futó mellé beálltam. A Weninger Kati hozott a fiának Japánból egy Mizuno szerelést, ilyen foszforeszkáló szerelést, akkor az én ahogy hívja. Akkor nagyon különleg, nem láttál olyat. És a Dávid kihízta. és azt mondta, ott van ez a marha jó Mizuno szerelés. Mondom, Kati, add oda. Rövidgatja, érted? De tudod, ez a rövidgatja volt? Hát akkor még volt testem. Beállt, és képzeljétek, hogy Budapest maraton, és akkor rajthoz. És ott álltak mellettem a... Egyes Kaufer Tamás. Ott álltak mellettem, akik aztán nyerik a színes gyerekek így végig, és így beálltam az első sorban, mondom, egy fotó csak. Egy fotó megér. Bogár Jani szerénye ott állt tizediknek mögöttem. Szia, Janika! Janika levágott cipőjébe. Janikát tudni kell, hogy ő neki ez a happy-e, hogy megveszi az új futócipőt, és levágja az órát. Először néztem, hogy most... Ez ilyen befut, hogy ez hát körmét ne bántsa neki. És akkor, tehát a lényeg, amit ki akartam ebből hozni, hogy egy akkori sztár futó mellett állhattál, vagy például a Kassa félmaraton, azt nagyon-nagyon díjazzák, és ott afrikai futók 20. És velük együtt, a fél távnál 21 km maratont futottunk, 21 kilométer így elment mellettem, 1 kilométerre volt a cél, így elment, körverseny volt, és így elment mellettem. Tehát neked volt még egy köröd. Én te jó tartottad magad. Neked volt még egy köröd. 21 kilométernél járok, és azt hallom, hogy iszonyatos szirénázás, ez Kassa belvárosában, brutális sörözők végig, és beszorították kordonok közé az egész cuccot, mint a Giro Italián például. És akkor beszorította, és akkor jön egy motoros, hát mondom, hova menjek, érted? És akkor a motoros így, tudod, ezeket a magamfajtákat így lefelé, hogy szúzódjál le, és elmegy melletted Zimbabwe-ből. Karim, Karim. Amikor én jártam 21-nél, akkor neki, ő járt 41-nél. És így elment melletted, és így néztem, és nem egy volt, hanem nem tudom, egy csapatba tolták. Bolyoztak. És akkor ők elmentek, és akkor én fordultam a második. Na, de egy olyan, hogy elmentek mellettünk, és utána a Böhm Judittal futottunk, ott egyszerűen 20 percig erről beszéltünk, hogy láttad, hogy futott. Tehát az, hogy de csak alig láttad. Tehát ez volt, hogy ilyen emberek mellett érezted, hogy ja, igen.
Egyébként, amiről beszélünk, az nagyon érdekes, hogy tényleg, és itt Tomi kimondta, hogy elmész egy versenyen, és az elittel tudsz futni, és pont a Fehérvár félmaraton kapcsán a Magyar Atlétikai Szövetséggel egyeztettünk, és én mondtam nekik, mondom, tudjátok, hogy a legnagyobb bajotok? Hogy nem tudják a futók, hogy amikor elmennek egy futóversenyre, akkor ők valójában atletizálnak. És hogy ebben szerintem nagyon komoly hiányossága van, nem csak a Magyar, hanem a Nemzetközi Atlétikai Szövetségnek is, hogy tisztába tenni azt, hogy te amikor elmész, akkor mit csinálsz, mert nagyon sok olyan tömeg sport van, ami ez brutálisan húzza magával, mert te azt mondtad, hogy akkor én most itt tudom én triatlonozom. Oké, hogy egy héten kétszer tudsz úszni, meg egyszer biciklizni és félszer futni, de hogy az vagy. De hogy itt ez pontosan ezt, amit te mondtál, ezt tökéletesen ki lehetne használni. Na, nagyon rövid a műsoridő, mindenki mondja már el, hogy miért fut és mit szeret a futásban, mert ugye a műsor nagy része a szenvedésről szólt, amit mi imádunk, de hogy próbáljuk meghozni esetleg a nézők kedvét ahhoz, hogy Bértes Kozmán... Én átgondolom, hogy miért futok. Én is szerettem volna átgondolni. Hát akkor hölgye ki az elsőbség, srácok. Dóri, te miért? Én nem gondolkodok, én szőke vagyok. Hát, tulajdonképpen én azért, tehát én 4 éve döntöttem úgy, hogy a heti 3-4 futásomat, ami engem úgy mentálisan, fizikálisan rendben tartott, azt napira cserélem, és a hosszabb távokat lerövidítem, mert családanyaként, meg dolgozó nőként azt éreztem, hogyha egy 10-12 vagy 15 kilométert futok heti 3-4-szer, akkor annak van egy olyan regenerálódási ideje, stb., ami elvesz a családtól, elvesz a munkától, tehát arra jobban rá kell készülni. És akkor átálltam erre a napi futásra, és lehetőség szerint ezt én reggelre is tudom, ez most így csúnyán zsik, hogy letudom. Ez az 5 és a 8 között. Attól függ, hogy hogyan ébredek, hogy milyen az időjárás, és mennyi időt tudok erre szánni. Úgyhogy a fél óra és a 3-4 óra közötti etap az, ami reggelente megvan. És erre nagyon kínosan figyelek, és tényleg minden nap elmegyek, ha esik, ha fúj. Ha nagyon-nagyon rossz az idő, akkor futógépen, ez tényleg az utolsók között szokott csak megtörténni, mert nem szeretek gépen futni, de le tudom ezt reggel, és úgy érzem, hogy ez adja meg a napomnak a ritmusát, az indulást, a közérzetemet, ettől tudok mosolyogni, ettől tudok kiegyensúlyozott lenni, ettől nem idegesít fel a Kajzer Tamás napközben annyiszor a munkahelyemet, hanem úgy tudok lendülni. Az van, mennyire lehet. Hanem úgy túl, jó, kivéve, ha értekezletes nap van, ma azt hiszem éppen az van. Illetve ez már este megy adásba, tehát volt. Igen. Nem ilyen jóba vagyunk még. Lehet, egy kicsit többet kellett volna ma reggel futni. Tehát, hogy ez adja meg a napomnak a ritmusát, úgy, mint nem tudom, másnak a reggeli tusolás, nyilván az is megvan a futás, hogy ez nekem az életem része lett. Tehát, hogy ezt nem tudom, nekem a legnagyobb félelmem egyébként az, hogy olyan mozgásszervi problémám lesz valamikor, ami ezt nem teszi majd lehetővé. De nem lesz. Nem lesz, ugye? Há, persze. És egyébként érdekes, meg arra figyelj, hogy ugye úgy válasszál cipőt, hogy ne csak beszélj a férjemmel, hogy ez nagyon fontos a cipő, meg annak az árát se nézzük ilyenkor annyira. Csak akartam, ez jó, beszélek vele. A színe is fontos a cipőnek a jó futáshoz. Pont ezt akartam mondani, hogy nem a szín az elsődleges. Jó, hát de néha... kell, hogy passzoljon mindenhez. Ez azért volt már ilyen. Volt is. Nézd meg, milyen szép és annyira kényelmetlen. És vettünk másikat. Érte. Szóval, hogy kell ez a mindennapokban nekem. De igen, egyébként mondasz, hogy nem lesz mozgásszervi probléma. Nagyon-nagyon fájt a térdem egy időben. És akkor mindenféle mágnesszallaggal, meg csoda tekintettel megpróbáltam gyógyítani. És amikor átálltam a mindennapi futásra, akkor megszűnt a fájdalom. Srácok, nektek viszont egy-egy percetek maradt. De elmondtam, amit ők is gondolnak. Így van. Nekem az jutott eszembe a végén, amit mondott a Dori, hogy attól fél, hogy amikor már nem tud futni, hogy itt beszéltük egy másik műsorban, azt hiszem, de ugyanabban a stúdióban, hogy én egész életemben fociztam. Óvodától kezdve, egyetemig, és még most felnőttként is mindig elképzelhetetlennek tartottam, és még néhány évvel ezelőtt is azt fogalmaztam meg magamban, meg a barátomnak is mondtam, hogy amikor már majd nem tudok focizni, akkor fogom öregnek érezni magam. A focit most ugye ez az egész hülye világot sújtó szar időszak zárójelbe tette, most már nagyon régóta nincs meg a lehetőség a heti egy focira, és pont azt érzem, hogy most a futás lett az, ami azt a mozgás igényt és azt a önmagamra fordított időt, azt tökéletesen kielégíti, azzal a különbséggel, hogy nem heti egyszer, hanem heti 4-szer, 5-ször én is el kell, hogy menjek, hogy úgy érzem, hogy tök rendben van ez a dolog.
és az alatt tényleg nem tudom megtenni, mint a Dóri, képtelen vagyok reggel futni. Volt, amikor sikerült, és rájött, hogy tényleg nagyon jó, de nem tudom magam rávenni, hogy minden reggelemet így indítsam. Inkább kora este meló után, aminek megint más filozófiája van egy kicsit, ott az ember pont leteszi az összes nyűgét meg baját, és tényleg szerintem ezt, és onnan elindulva, hogy aztán ezeken a közösségi nagyfutásokon részt venni, ez meg egy út, amikor eléri az ember, szerintem mindenki baromira élvezi. Tomi, fél perced van. Elvette tőlem azt a 30 másodperc. Nem is kéne, nekem az életem. Tehát annyira a levegő, hogy most, amikor beteg voltam, tényleg probléma volt 3-4 métert menni, és egy picit úgy bevillant, amit mondtál. Hogy az a kiszolgáltatottság, ami volt, és amikor először elértem a falig, aztán utána már az egész nagy szobát végig tudtam sétálni, tehát szó szerint az életem, a levegő, tehát megőrülnék valószínűleg, de mindig át kell egy picit értékelni a dolgokat, hogy ahogy mondtad, hogy nem kell maratont futni, vagy nem kell, én a triatlonra is azért mentem át, mert már nem bírtam a hosszukat, és óriási élményt ad a triatlon. Tehát mindig a lehetőségeken belül, viszont én úgy gondolom, az a jó, ha feszegetjük azért a határokat. Az nagyon jó érzés. Csodálatos végszó volt. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok. Köszönjük a meghívást. Köszönjük. Önöknek pedig... Önöknek pedig a figyelmet, és hogy az adás elején említettem, most egy pár hetes szünetre elmegy a kezdőkör, és amikor ismét bedobják mondjuk majd a labdát, vagy lehelyezik a kezdőkör közepére, akkor újra jelentkezünk. Kellemes nyarat mindenkinek, viszontlátásra! Press start.